Cseh Erdős Tibor 100. születésnapját kiállítással egybekötve ünnepelték február 26-án Kolozsvár szívében, a főtéren álló Magyar Főkonzulátus rendezvénytermében. Muraközi István születésnapi ajándékként Kuruc Imre szobrászművész Báthori Gábor tábrázoló kis plasztikáját nyújtotta át, úgy fogalmazott, bár Cseh Erdős Tibor 3 éve díszpolgára Berettyóújfalunak, személyesen csak most volt alkalmuk találkozni. Három éve díszpolgára Berettyóújfal városának Cseh Erdős Tibor, és ugye most ünnepli a 100. születésnapját, és azt gondolom, hogy mindenképpen fontosnak éreztük, hogy jelen legyünk ezen a nagyon szép alkalmon, itt Kolozsváron, ahol jelenleg is él, hisz mi még nem találkoztunk vele, és ezért szerettük volna együtt ünnepelni az itteni művészet szerető közösséggel, az ő családjával és Cseh Erdős Tiborral a 100. születésnapját, és ezért gondoltuk azt, hogy egy olyan ajándékkal lepjük meg a művész urat 100. születésnapján, amely mégiscsak kapcsolódik a városhoz, Kuruc Imre szobrászművésznek az alkotásával. Úgy gondoltuk, hogy ha ezt átadjuk a művész úrnak, bár 200 kilométerre vagyunk egymástól, ha erre a szoborra ránéz, akkor mindig a szülővárosára, arra a városra gondol, és az jár a fejében, amely 5 évig az otthona volt. A festőművész gyermekkori élményeiből merítve fogalmazta meg a művészi tevékenységének lényegét. A gyermek nagyon együtt él az élettel, a mindennapokkal, a művészet pedig az, ha ezeket az élményeket felnőttként időskorában is tudja reprodukálni. Cseh Erdős Tibort a portréfestészet tette elismerté. A portréfestés az egy olyan rejtelem, hogy én hogy tudom élővé tenni a szemet, szájat, az egész fejet, a tekintetet. Maga a tekintet megragadása egy darab krétával, vagy más valamivel, az majdnem azt mondhatnám, hogy isteni attitűd. A gazdag életművet ez alkalomból egy átfogó kiállítás is reprezentálta. A méltatásból kiderült, az Abanovák tanítvány két határvonás után is Erdélyt választotta. Kolozsváron társalapítója lett a Képzőművészeti Akadémiának, majd pedig színházi vezető díszlettervezőként kamatoztatta a művészi tehetségét és gyakorlati ismereteit. A képzőművész napjainkban is aktívan alkot, és márciusban Berettyóújfaluban is sor kerülhet művei kiállítására.